Hol van ilyenkor a terror elhárítási központ? Már házkutatást kellett volna tartsanak. Feljelentést tesz terrorizmus bűnsegédlete miatt a Mi Hazánk mozgalom és a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésének soron kívüli sürgős összehívását kezdeményezzük, miután Magyarország példátlan módon, története során példátlan módon vesz részt és vett részt egy olyan terrorizmusban, amit Libanon területén követett el Izrael. Magyarország tehát úgy tűnik, hogy a Mossad fedőcégén vagy partnercégén keresztül, a BAC Consulting Kft.-n keresztül gyártott olyan személyhívókat, amelyekbe robbanóanyagokat csempészve több ezer ember sérült meg Libanonban, köztük Irán nagykövete is. Ezért nem csak diplomáciai bonyodalomról van szó, hanem, ahogy már a nemzetközi sajtó is fogalmaz, tulajdonképpen terrorizmusról. Egy olyan tömeges terrorizmusról, amelyet nyilvánvalóan a Mossad követett el, azonban, hogy ilyen mértékben rángassák bele ebbe Magyarországot, hogy itt gyártsák ezeket a robbanó anyaggal felszerelt személyhívókat, amivel megtévesztették azokat, akik ezt használták. Mintegy 5000 személyhívóba csempésztek robbanóanyagot a jelenlegi információk szerint, és éppen ezért látogattam el ide az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának tagjaként is a Kft. Székhelyére, amely azonban úgy tűnik, hogy valójában csak egy telephely szolgáltató által biztosított fedőcégnek a telephelye, vagy pedig székhelye inkább. Nem tudjuk, hogy hol folyik jelenleg a gyártás, azonban a feljelentést is éppen azért teszem, hogy mielőbbi házkutatásokkal reményeink szerint a rendőrség is próbálja kivizsgálni, hogy hogyan történhetett meg egy ilyen elképesztő helyzet. A politikának is felelőssége van, hiszen láthattuk jól, hogy Magyarország szinte már-már egyedüliként az Európai Unióban tisztán egyedüliként élt, például Szijjártó Péter is a külügyminiszterek közül a vétó jogával, amikor az izraeli telepesek szankciós listára helyezését ellenezte. Azt látjuk, hogy a vétóval élnek ebben az esetben Izrael mellett egyoldalúan kiállva és sorozatosan gerjesztve azt a népirtást, ami a gázai övezetben is folyik, és immár ezen felbátorodva Izrael úgy tűnik, hogy egy többfrontos háborútól, egy regionális háborútól sem riadva vissza, beleavatkozva más országok területét is megsértve, immár Libanon területén hajt végre terrorakciót. Elfogadhatatlan az is, hogy az izraeli határon is állomásoznak magyar katonák, éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom kezdeményezte ezeknek a katonáknak a hazahozatalát. Semmi keresnivalónk nincsen Izrael határán magyar honvédeknek, akiknek inkább a magyar határon kellene felsorakozniuk azokkal a menekültekkel szemben, akik jellemzően ebből a közel-keleti térségből is érkeznek, jó részt Izrael miatt. Izraelnek ez a politikája gerjeszti sajnos a népvándorlást is, viszont Magyarország ebben nem lehet partner, nem lehet partner a népirtásban, és nem vehetünk részt ezekben a háborúkban. Azt gondoljuk, hogy elfogadhatatlan az a politika, amit Magyarország folytat, és az, hogy most már a Mossaddal karöltve ilyen terrorakciókra is sor kerülhet, ez súlyos és büntetőjogi felelősséget is vet fel, hiszen robbanóanyagtól való visszaéléstől kezdve számos BTK paragrafus megsértésre derült most fény. A cég honlapja a mai nap folyamán eltűnt, karbantartás alatt. Igyekeznek minden bizonyítékot eltüntetni, ezért nagyon reméljük, hogy a rendőrség hivatalból is eljárt, de amennyiben nem, akkor a Mi Hazánk mozgalom feljelentése nyomán haladéktalanul nyomozást kell indítson házkutatásokkal együtt természetesen, hogy felderítse ennek a bűncselekménynek a szálait és a nemzetközi szálakat is természetesen. Ami a Nemzetbiztonsági Bizottság ülését illeti, elfogadhatatlan az, hogy egy parlamentbe önálló listán bejutott pártot kirekesztenek rendszeresen annak üléséről, hiszen eddig minden egyes alkalommal, amikor megjelentem ott, a fideszes többség úgy szavazott, hogy kitiltják a Mi Hazánkot ennek a bizottságnak az üléseiről. Noha
a nemzetbiztonsági ellenőrzésen sikeresen átmentem az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának tagjaként. És bár a ciklus elején elsődlegesen a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöki posztját kérte a Mi Hazánk Mozgalom, pont az ilyen esetek feltárása véget, azt nem adták, utána bizottsági tagságot kértünk, Kövér László azt sem volt hajlandó előterjeszteni. Végül az országgyűlési törvény szerint ilyenkor a bizottsági tagsággal nem rendelkező frakcióknak járó betekintési joggal, tárgyalási joggal kívántunk élni, azonban zárt ülést elrendelve ilyenkor mindig egyedi szavazással kitiltottak az ülésről. Elfogadhatatlan tehát, hogy egy országgyűlési bizottság irataiba, üléseire sem tekinthet még csak be sem egy parlamenti frakció. Éppen ezért Kövér Lászlónak is felelőssége van ebben a kérdésben. Az pedig, hogy a Mossad Magyarországra, mint most már úgy tűnik, hogy legnagyobb, Izrael legnagyobb szövetségesének országába betelepülve, belerángathatja Magyarországot ebbe a egyre kiszélesedő háborúba, ez nyilvánvalóan terrorveszélyt is okoz Magyarországon. Nagyon komoly terrorfenyegetettséget okoz az, hogy sok halálos áldozata és több ezer sebesültje van ennek a robbantás sorozatnak, és nem tudjuk, hogy ez a Mossad fedő vagy partnercég Magyarország területén egészen pontosan ezen az 5000 robbanóanyaggal titkosan ellátott személyhívón kívül milyen egyéb robbanóanyaggal való visszaelést is megvalósítva, milyen egyéb eszközöket gyártott és szállított akár szerte a világon. Magyarország nemzetközi jó hírét is most már nem csak hogy veszélyezteti, de nyíltan rombolja a külgazdasági kapcsolatainkat is, például az Öböl térségben, azáltal, hogy ebben a háborúban ilyen módon részt kíván venni Magyarország. Én még egy kísérletet teszek, hogy ennek a Mossad fedőcégnek a székhelyére bejussak, és megpróbáljunk információt szerezni azzal kapcsolatban, hogy ez a székhelyszolgáltató pontosan kivel állt kapcsolatban, hiszen már azt a média valamennyire sikerült feltárnia, hogy ennek a cégnek a vezetője is egészen gyanús körülmények között, például egy panelház 8. emeletére bejelentett lakcímen található meg elvileg, nyilvánvalóan valójában nem. Viszont ezeket a nemzetközi összefonódásokat mi hamarabb fel kellene tárnia. Én nagyon sajnálom, hogy nincs itt kint jelenleg a terrorelhárítási központ, a rendőrség, és nem tart házkutatást és azonnali kihallgatást annak érdekében, hogy erre a Magyarország történetében példátlan terrorizmusban bűnsegédként való részvételre rávilágítsanak, és annak a részleteit feltárják, amit mindenképpen szorgalmaz a Mi Hazánk Mozgalom.